Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai estén. Mint ahogy Attila bemutatott, Vásárhelyi Virág vagyok én, és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központnak vagyok a munkatársa. Attilával szorosan együtt dolgozunk többek között a Digitális Témahét projektben is. És a mai témánk az a Hátrányos Helyzetű Tanulók a Digitális Munkarendben címet kaptam, és hoztam nektek egy idézetet, mégpedig egy olyan idézetet, ami egy Ósztól nem messze lévő roma gyerekeket támogató zenei csapat munkája során született, egy feldolgozás. Mille Zsigmond Zsolt Lekapcsolom a villanyt a fejemben című nótájának a szövegéből származik, és legyen ez talán a mottója a mai esti beszélgetésnek, ami így szól, hogy magunk álma képzelete fogva tart, nem ázunk, de viseljük a zivatart. Ha lesz időtök, akkor javaslom, hogy a YouTube-on a Témahét csatornájának böngészése után esetleg hallgassátok meg a Várkonyi Csibészek előadásában. És szeretettel köszöntöm akkor a mai előadóinkat, vagy meghívott beszélgető partnereinket, Kisné Flek Évát, aki a Buratino iskola és gyermekotthon igazgató helyettese, Mucsa Angélát, aki a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumnak a tanára, és dr. Györfi Évát, aki pedig a Pinocchio Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és AMI igazgató helyettese. És mielőtt belevágnánk a mai beszélgetésbe, én egy játékra szeretnék mindenkit meghívni, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy vagy nyisson egy új ablakot a számítógépén, vagy hogyha okos telefonja van, akkor azt vegye a kezébe, és ha van rajta internet, akkor azon is tud dolgozni. Arra kérlek tehát titeket, hogy ráhangolódásképpen a menti.com, tehát www.menti.com oldalra menjetek fel, és a következő kódot, ami így szól, 805735, Attila, megtennéd, hogy beírod a chatbe nekem ezt a számot, tehát 805735 a kód, és ezt a kérdést kérlek válaszoljátok meg, hogy mi jelentette a legnagyobb pedagógiai kihívást számotokra, számodra a digitális munkarendre való átállás során. Még egyszer elmondom a kódot, de beírjuk a chatbe is, és én közben átmegyek az oldalra. 805735, és egy picit várok, amíg tudtok válaszolni, egy pár percet. Elméletileg, amint beérkezik egy válasz, itt láthatjuk is, csak hogy legyen egy benyomásunk arról, hogy honnan indul a mai beszélgetés, az partnereknek, beszélgető partnereknek és a hallgatóságnak is. Egy közös kiinduló pont, a technika, élő kapcsolat létesítése. Egy picit várunk. Az időkezelés. Megkérem az előadókat is, ha van rá módjuk, akkor válaszolják meg. Tartalom, eszközhiány, igen, erről valószínűleg lesz szó a mai beszélgetésen is, hiszen az egyik sarokpontja volt a digitális munkarendre való átállásnak. Van erre lehetőség, eszköz. Igen, itt látszik, hogy előfordul többször is. Szétaprózódás. Aha, tehát valószínű, hogy mondjuk itt nyilván egy benyomásunk lehet, de magam is tapasztalom a digitális táv munka során, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, és a figyelmünket nagyon megterheli. Tehetetlenség érzése, ez egy nagyon fontos pillanat, hiszen azt gondolom, hogy a hagyományos vagy a krízis előtti pedagógiai folyamatokban is megélhettünk nehéz helyzeteket, kudarcokat, de hogy itt most azért hatványozottan nehéz helyzetekbe kerülhettünk. Még egy percet várnék. Attila, nem tudom, mennyi előadónk van, de olyan
20-22 válaszra talán várhatunk. Még egy picit várok. Jó feladatok. Tehát a motiváció is elő fog kerülni a mai beszélgetésen. Motiváció kérdése. Jó. Én köszönöm szépen, ha valakinek nem sikerült, vagy közben még van kedve, még beleírhatja, de én most ezt bezárnám, és pillanatra kilépek, megszüntetem itt a megosztást, ugyanis akkor most rátérve a beszélgetés vonalára, én arra kérnélek titeket először, hiszen a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás során az biztos, hogy minden iskola egy nagyon sajátos profilt alakít ki, mégpedig a célcsoportjából adódóan, hogy mutassátok be röviden, hogy a ti iskolátoknak mi a profilja, milyen gyerekekkel dolgoztok, milyen hátrányokkal küzdenek ugye egy ilyen nagyobb képen. És először Flekkivi, téged kérnélek meg, hogy mesélj nekünk akkor egy picit a Buratinóról. Buratino iskola jövő tanévben lesz 30 éves. Budapesten működünk, annak is a szélén Csepelen. A Csepelnek a közepén, a Szent István tér, vagy a Szent Imre térhez közel, egy lakótelepi környezetben. A rendszerváltáskor alakultunk, az volt az alapítók szándéka, hogy itt a lecsúszó gyerekek is jól érezhessék magukat, csökkenjenek a hátrányaik, és pozitív élmény legyen a tanulása számukra. Elsősorban a nagyon tehetséges, vagy tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek voltak célba véve, aztán nem egészen úgy alakult. Ma már nagyon kevés az igazán tehetséges gyerek, a gyerekek többsége tanulási problémával, magatartási problémával és egyéb szociális hátrányokkal küzd. Van SMI-s, BTMS gyerekünk, van túlkoros gyerekünk, akit betöltötték a 16. életében, de még csak van 5 osztályuk, 6 osztályuk, 7 osztályuk, tehát ők esti tagozatra járnak az általános iskolába. Ami különleges, az, hogy általában 2 osztályfőnök van egy osztályban, egy férfi és egy nő, lehetőség szerint. Kis létszámok vannak, tegeződünk a gyerekekkel. Kezdetektől fogva, tehát 30 évvel ezelőtt volt már pszichológus és szociális munkás, tehát ő is segítette a munkánkat. Az évek alatt gyermekotthonunk is lett, ez most 2 épületben működik, egy gyermekotthon és egy lakásotthon, összesen 48 gyerekkel. Nagyon fontos, hogy nyáron sok tábort szervezünk, Jásd, az erdei iskolánk, az a második otthonunk, ahova minden évben minden gyerek eljut, ez egy kis falu, Várpalotától 17 kilométerre, és itt élünk egy héten keresztül. Még fontos tudni azt, hogy a szüleink, jelenző, hogy összesen, ha 2-3 értelmiségi szülő van az egész iskolában, a szüleink nagyon egyszerű emberek, zömmel roma emberek, főleg az alsó tagozatban, ott már szinte majdnem minden gyerek roma. Ez így alakult. Ezzel nem tettünk ennek érdekében semmit, ez így alakult. Mikor megkérdeztem a szülőket, hogy miért hozzák ide a gyerekeiket, akkor azt mondták, hogy azért, mert itt szeretik a cigányokat. Jól megvannak velük. Nagyon sok a vidékről feljött családunk, akik azért is érdekesek, mert feljönnek vidékről, a lakcímük sok esetben még megmarad vidéki, itt Budapesten élnek, de mivel a lakcímük vidéki, ezért aztán nem jogosultak semmire. Tehát rendszeres, egy idő után elvesztik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet, holott embertelen körülmények között laknak. Nagyon alulképzettek a szüleink, tehát nagyon rosszul fizetett állásokban dolgoznak. A karantén előtt szinte minden szülő dolgozott, de nagyon,
nagyon kevés bérér. Gyakorlatilag, ahol volt két szülő, ott az egyik szülő csak a lakhatásért dolgozott, vagy majdnem mind a kettő, mert hogy albérletben laknak, és itt nagyon magasak a bérleti díjak. A középiskolában, mert hogy 1-től 12. osztályig van az iskola, a középiskolában egy picit jobb a helyzet, ott viszont az a helyzet, hogy nagyon sok az állami gondozott és utógondozásban lévő gyerek, a saját gyerekotthonokból és egyéb gyerekotthonokból sajátos problémákkal megáldva. Azt hiszem lényegében most nagyon röviden, egyébként órákat tudnak beszélni az iskolában. Igen. Pinokio Akadémia egy nagyon új iskola, igazából ez a második tanévünk volt, de az a közösség, aki megálmodta ezt az iskolát, és végül is megalapította ezt az iskolát, körülbelül 10 éve dolgozik együtt, tehát 10 éve alkotunk egy szakmai csapatot. Nyilván nem a teljes csapat, hanem annak egy magja, egy része, és végül is azért jött létre az iskola, mert túlnőttük a létszámunkat. Tehát, hogy volt egy iskolánk, ez a Tanex Akadémia volt, szintén egy magánfenntartású, elsősorban nehéz sorsú, vagy nehezített sorsú családok gyerekeit fogadó középiskola. Hatalmas létszámra duzzadtunk, néhány év alatt hát 7 diákról 500 körüli létszámra duzzadtunk, és hát mi a családias légkörbe hiszünk, tehát megpróbáltuk kitalálni, hogy hogyan lehet visszatérni oda, amikor mondjuk egy ember körülbelül 7-15 diákért felel, legyen szociális munkás, vagy gyerekjogi, gyerekjóléti szakember, akár pedagógus osztályfőnök. Tehát megpróbáltuk megnézni azt, hogy hogyan lehet visszahozni, és hát nyilván osztottunk most nagyon egyszerűen. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy van egy Comenius Iskola Centrum nevű közösség, ahol végül is mai napon 3 iskola működik, és ennek az egyike a Pinokio. A profiljára az jellemző egyébként, hogy művészeti képzésekkel dolgozunk elsősorban, tehát digitális kultúra, informatika az, ami még kiegészül, de valójában kreatív és művészeti, vizuális kultúra és média művészeti képzéseink vannak. Nyilván a 3 iskola valamilyen szinten megosztja egymást között, hogy milyen képzésekre fókuszál, hiszen mind a 3 iskola magánfenntartású is intézmény, és nyilván az anyagiak miatt, meg a gyerekek szempontjából az átjárhatóság miatt ez fontos, hogy azért összességében egy olyan képzési struktúra legyen elérhető, amiben középfokon nagyon sokféle iskolatípus, hát lényegében mindenféle iskolatípus benne van, a Pinokio gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola, de hogy minden iskolának nyilván van valamilyen profilja. Na hát mi ebből a művészeti kreatív ipart próbáltuk meg kihalászni. Elsősorban azért is, mert a kollégák ebben jók, vagy ebben hitelesek, akik velünk dolgoznak, másrészt meg valahogy így. Ugye az első néhány osztály az ebben a témakörben volt érintett, és akkor így erre szerveztük rá tulajdonképpen az új iskolát. Ami fontos, hogy jelenleg ilyen 40 gimnazistánk van, és ennél kevesebb szakgimnazistánk, tehát sikerült megtartanunk ezt a kicsi létszámot. Lényegében minden évfolyamban egy tanulócsoportunk van. A gyerekek jellemzően két ágon kerülnek hozzánk, 8. után jelentkeznek hozzánk, választják elsősorban egyébként a környékről, ez egy kispesti, jelenleg egy Kispesten működő centrum, és hát a környékről, az agglomerációnak is abból a részéből jönnek gyerekek, van, aki egész sokat utazik, van, aki Érdről jön például, de ő is 3 órát utazik egy nap azért, hogy jöjjön hozzánk. A gyerekeknek egy másik része pedig, hát más iskolákból kihullott gyerek, szépen mondva, vagy először, vagy többször, tehát vagy egy iskolát koptatott, vagy több iskolát próbált már, és nem volt igazán hatékony, vagy sikeres, eredményes, vagy a tanulásban, vagy más magatartási okokból. Így aztán ez a két gyerekcsoport próbál összeolvadni, minden osztályra ez jellemző, tehát ez minden év folyamban így van, körülbelül most ebben az iskolában fele-fele, vagy ebben az évben ilyen fele-fele arányban vagyunk. Hát csatlakozni tudnék, tehát így a hátrányok tekintetében mi is mindenfélét el tudnánk sorolni, vagy el tudnánk mondani. Ami talán egy picit különbözik, az az, hogy nálunk azért vannak értelmiségi szülők gyerekei, illetve
egy picit talán szélesebb a spektrum, tehát vannak nagyon tehetséges gyerekek, akik még várnak arra, hogy megtörténjen velük a csoda, de tudjuk róluk, hogy nagyon tehetségesek, és vannak olyan gyerekek, akik igazából mi sem értjük, hogy miért nálunk kötnek ki. Ugye nagyon erős az a szájreklám, amit a gyerekek egymás között terjesztenek, tehát mi nem igazán reklámozzuk ezt az új iskolánkat se, és egymásnak szájról szájra adják. Tehát sokszor szerintem egyszerűen egymást vonzák hozzánk. Jelenleg nem érettségiztetünk, tehát a 9-10-11. Évfolyamon vannak diákok, és hát ez egy kialakulóban lévő, egy kicsit ilyen forrongó világ még a miénk, és mondom, nagyon-nagyon vegyes. Tehát nekünk az a legfontosabb kihívás most, hogy erre a nagyon sokféle gyerekre tudjunk mondani épp úgy érvényes dolgot arra, aki tanulni szeretne, érettségizni, és arra is, aki nagyon motiválatlan, vagy akinek a családja egzisztenciálisan megengedheti magának például azt, hogy támogassa az iskolát eszközökkel, és annak a gyereknek is nyújtanunk el valamit, aki pedig éhesen érkezik az iskolába. Tehát nagyon széles spektrumon vannak nálunk diákok. Köszönöm szépen. Angi, akkor úgy látom megoldódott, akkor most átadom neked a szót, jó? Mesélj nekünk a tanodáról egy kicsit. Hallható vagyok. Igen, hallunk. Én legalábbis biztosan. A tanoda is egy 30 éves intézmény, vagy közel 30 éves, akár csak a Burattino, körülbelül egy időben jött létre a két iskola. Kezdetben a belvárosban, most is belvárosi tanoda nevet viseli, és most is a belvárosban található a Ferenciek terén, a Irányi utcában. És akkor egy művelődési házban működött egy ilyen csoport, ahol többnyire szociális munkások az utcán kallódó fiatalokkal foglalkoztak, és a fiatalok fogalmazták meg azt az igényt, hogy iskolára lenne szükségük, és érettségire. És akkor megalapították az iskolát, és így lettünk mi gimnázium. 9-12. Évfolyam van, pontosabban nincsenek évfolyamok az iskolánkban, hanem csoportok szerveződnek, a tudásszintüknek megfelelően rugalmasan tudnak saját órarendet írni a mentortanáraikkal, azaz velünk a diákok. A tanodába 16 és 23 év közötti fiatalokat veszünk fel. Előfordul, hogy valaki esetleg ennél is idősebb, és indokolt, hogy mégis hozzánk járjon nappali tagozatra, mert nappali tagozata van az iskolának. Mindenféle diákot felveszünk, aki elkezdett egy gimnáziumot, vagy akár többet, megpróbálta, és semmilyen szín alatt sem tudott beilleszkedni a közoktatásba. Nem sikerült neki ott a nagy létszámú osztályokban együttműködni, összetűzésbe keveredett esetleg valakivel, tanárokkal, diákokkal, beilleszkedési zavarok vannak, tanulási nehézségek vannak a háttérben. Mi nem szoktuk azt kérdezni, hogy természetesen van adatlap, amit ki kell tölteni, és amiben bekerül azt, hogy hol lakik, kivel lakik, szülőkkel, vagy egyedül, vagy gyerekotthonban vannak. De nem a szociális háttér az, ami érdekel, hanem az, hogy ő a diák mennyire szorul rá arra, hogy hozzánk tudjon, kelljen, akarjon járni. Illetve azt szoktuk megnézni a felvételin, hogy nem a tudásukat, nem tantárgyi felvételi van az iskolánkban, hanem egy ilyen kétfordulós beszélgetés, először egy tanárral beszél, utána pedig az összes mentor tanárról szül és hallgatja, és azt mondja el, hogy miért akar idejönni, miért pont a tanodára van neki szüksége, és hogyha a diákság, aki nálunk van, ő egymással kompatibilisek, illetve mi tudjuk azt adni, amire neki van szüksége, akkor felvesszük a diákot, és próbálunk neki segíteni. Nincsenek osztályok, ezért úgy alakulnak, hogyha már felvételt nyert valaki nálunk, akkor 2-3 hétig jár hozzánk, egy hónapig, van iskolakirándulás, egyéb mindenféle együtt tanulások dolgozunk, és ő választ közülünk a stáb tagjai közül, a mentortanárok közül magának egy mentortanárpár, mint hívjuk, hogy a tanárpárja, diákpárom, tanárpárom, és onnantól ez a tanár viseli az ő gondját igazából. Igyekszünk, akinek igénye van rá, heti rendszerességgel beszélgetni vele, a pszichológusra van szüksége, pszichológus keresni, most már nincsen állandó pszichológus az iskolának,
hogyha szociális munkásra, vagy nincs hol laknia, vagy kollégiumra, vagy munkára, diákszövetségre, bármire van szüksége, igyekszünk mi mindenben segíteni. Mi tanárok, a mentortanárok, a tanárpárok nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, hanem nekünk minden héten van egy esetmegbeszélő stábunk, ahol három órán keresztül beszélgetünk a diákokról. Én oda mehetek a nehézségeimmel és elakadásaimmal, hogyha valamelyik diáknak én magam nem tudok segíteni, akkor nekem segítenek a kollégák. 10-12-en vagyunk ebben a stábban, és hát ott sokan már 30 éve vannak az iskolában, én csak 15, és nyilván ennyi év alatt ennyi embernek nagyon sok tudása, tapasztalata gyűlt össze, és nagyon tudjuk, hogy mikor, hová kell fordulni segítségért. Azt gondolom, hogy a tanodának a lelke a stáb, ez a 12 ember, plusz még van 10 óraadó is. Ezek az emberek találták ki a gondolkodásmódot a tanodában, a filozófiáját, a kereszttantervét, a módszereit, folyamatosan dolgozunk ezen. Heti rendszerességgel van 3 órás stábunk, ami egy operatív stáb. Ekkor arról beszélünk, hogy mit csináljunk, hogyan változtassunk a módszereinken, mit vezessünk be, milyen órák legyenek, milyen eszközöket használjunk, ha pályázat van, akkor pályázatokról. És ez a társaság találta ki, és igyekszünk mindenben együttműködően dolgozni, bármi is van az iskolában, iskolát érintő vagy diákot érintő problémában egyaránt. A felvételi is az van, hogy a felvételi után, miután meghallgattunk rengeteg diákot, hatalmasatú jelentkezés mind a mai napi iskolánkban, akkor leülünk és addig beszélgetünk, amíg el nem döntjük, hogy ki az, akit fel tudunk venni, és kit nem, mindenkit nem tudunk felvenni. Rendszerint a nagyszerű jelentkezés miatt konszenzusos döntéssel döntjük el rendszerint, hogy kiket veszünk fel, hogy mit csinálunk az iskolában, mikor és hogyan, és hogy kinek mi a feladata. A diák miután lett neki mentor tanára, írunk vele órarendet, ez is a feladatunk, hogy fél évről fél évre írjuk az órarendeket, a vizsgákat, adunk neki bizonyítványt, elmondjuk, hogy hogy működik az Oromo nevű rendszerünk, amiben bekerülnek a jegyek, hogy mit kell tennie, melyik évben, melyik negyedévben, hogyan, ahhoz, hogy eljusson, mikor az érettségihez, hogyan, stb. Ez is a mi feladatunk, az órarendünkben pedig lehetőség van, hogy egy diák, teszem azt angolból, most nagyon divatos, hogy a legtöbb iskolában van nyelvi előkészítő. Sokan jönnek vagy úgy, hogy tudnak valamilyen nyelven, legtöbbnyire angolul, vagy külföldön éltek, esetleg szülőkkel, vagy mindegy, hogy miért, esetleg tud angolul, akkor már egy haladó csoportba kerülhet, hogy előrehozott angol érettségét tegyen, miközben mondjuk a matematika egy szokott lenni a mumus, az meg nagyon-nagyon rosszul megy, abból mehet egy kezdő csoportba az adott diák. Én gondolom, hogy a legfontosabbak ezek a stábműködés, az egyéni órarend, a párrendszer, ezek lehetnek a legfontosabbak a iskolánkban. Köszönöm szépen. Ugye nem célja, de röviden így reflektálva rátok, hogy látható, hogy az egyéni sajátosságokra való odafigyelés és a szoros együttműködés, a tanárpárok, a kis csoportok, ezek azért mindenhol megjelennek, mindegyik intézményben. Eredetileg azt terveztük, hogy rögtön rá is térünk a digitális munkarendre való átállás problémáira, de mivel a tegnapi napon Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr egy új bejelentést tett, miszerint június 2-ától az iskolákba bejárhatnak tanulók kisebb csoportban felzárkóztatás és támogatás céljával kis csoportos munkák vagy találkozások megvalósulhatnak, aztán 15-től 26-áig pedig már a jövő évre való készülés történjen meg, jelentsen ez bármit is. Úgyhogy én most azt szeretném kérni, hogy újra, hogy ebben a körben most reflektáljatok, kérlek, hogy ugyan nagyon szoros az idő, tehát nem nagyon tudtatok elmélyedni, meg átgondolni ezt nyilván iskolai szinten tegnapról mára, de ugye egy rövid reflexiót kérnék tőletek, mielőtt rátérünk a majdnem most már múltnak nevezhető digitális munkarendre, vagy illetve nem, hiszen az érdekessége a bejelentésnek az, hogy a digitális munkarend mellett lehet bejárni, tehát erre a furcsa helyzetre ti mit reagáltatok, mit gondoltok?
Évi, Fleck Évit kérdezem ki először. Elfelejtettem. Jó. Szóval mi részletesen holnap fogunk beszélni, mert mindig péntek délután 2-től tartunk értekezletet, hogy mit kezdünk ezzel a szabadsággal. De mi már megelőztük egy icipicit ezt a döntést. Ezen a héten az általános iskolai osztályaink mentek az osztályfőnökeikkel kirándulni. De ilyen pár órás, tehát a Dunapartra séta, a biciklizés, mert az iskolának van biciklije, úgyhogy az 5-6, tehát az 5-től 8-ig lévő korosztály, akiket elengedtek otthonról. Volt olyan osztály, hogy szinte majdnem mindenki, és volt olyan, hogy ülittem ott. A piciket azt nagyon kevéssé engedték el. Úgyhogy ott a 4 osztályból összesen azt hiszem 8 gyerek ment el sétálni. Nagyon nagy volt az öröm, sokat változtak. Én is itt vagyok bent, tehát most is találkoztam biciklizőkkel, úgyhogy nagyon, nagyon nehezen viselik a mi gyerekeink a bezártságot, mert azt még az előbb elfelejtettem, hogy rengeteg programot szervezünk nekik. Mindenhová visszük őket. És ez nagyon hiányzik, tehát nagyon, nagyon sokan laknak egy lakásban, egymás hegyi hátán, semmiféle program, meg plusz még ugye a gyerek otthonban, a gyerekek konkrétan be voltak zárva, állítólag ott is valami nagy hetedünk volt, úgyhogy mentek a szülők meglátogatni végre. Hát úgyhogy majd még beszélgetünk a kollégákkal, hogy mi lesz, hogy egy ballagást ezt hogyan lehet megszervezni. Én 12-eseim is igényt tartanak, hogy csak valamiféle kis picike kis ballagásban legyen. Úgyhogy ez a holnapi nap programja lesz. Oké, köszönöm szépen. Angi, most téged kérdezlek, hogy nálatok merre haladtatok? Te tudtatok erről beszélni már a kollégákkal? Igen, mi már beszélgettünk a hétfői stábon a kollégáimmal erről a kezdésről. Hát mi valójában, mivel érettségit tettünk, és érettségi van már az érettségi elkezdése óta, bejárogatunk az érettségizőt mindenképp, illetve mi felügyelő tanárok is, meg javító tanárok bejárogatunk az iskolába, és hétfőn abban állapodtunk meg, hogy lassan elkezdjük a bejárást, és egy ilyen keverék dolog lesz, hogy egyszerre megy a digitális oktatás és a kicsit bejárogatás. Mi jövő héten már megyünk, és bent élőben fogunk stábolni, és akkor az lesz, hogy a digitális oktatást folytatjuk, és azok a diákok, akiknek feltétlen valamiért be kell jönni, azok bejöhetnek konzultációra, tehát az teljes iskolát nem indítjuk be természetesen úgy, hogy mindenki ott legyen. Pici iskolánk van, az épület nagyon pici, nagyon sokan lennénk és zsúfolt lenne a hely, hogyha mindenki jönne. Tehát az lesz, hogy mi tanárok élhetően bejárunk, lesznek konzultációk, és megy a digitális oktatás tovább. Illetve júniusban, 10-án kell, nem tudom most pontosan, fogunk bizonyítványt osztani, érettségbizit is, illetve adunk 12, azt hiszem, az utolsó, és fogunk osztani bizonyítványokat a diákoknak, illetve 15-ére, azt hiszem, az egy hétfői nap, szervezünk egy kirándulást a diákoknak, hogy nem, szabad téren egyet járunk, mi is nagyon sokat szoktuk őket vinni kirándulni, és nagyon hiányzik neki. Jó, köszönöm szépen. Közben arra biztatom én is itt a résztvevőket, Attila is a cseten, hogy ha kérdés van, bátran írjátok be a csetfalra. És György Évi, akkor most téged kérdezlek, hogy volt-e mód arra, hogy kicsit gondolkodjatok rajta, vagy még előttetek áll, ahogy a legkévéknél is? Hát mi lekéstük a bejelentést, nekünk tegnap délután volt stábunk, ahol szépen megterveztük az előttünk álló évzárást, elég masszívan mi is 3 óráig szépen mindent kitaláltunk, kigondoltunk, zajlik 2 hete legalább már a gyerekek felé egy olyan kommunikáció, hogy nem lesz már biztosan iskola, vagy nagyon nagy valószínűséggel, és nagy nehezen most, hogy beleálltatok a digitális munkarendbe, próbáljuk meg így lezárni az évet. Tehát a mi kommunikációnk és a gyerekek alkalmazkodó képessége azt gondolom nem fog tudni ennyi idő alatt most megint megfordulni. Tehát mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy eddig a gyerek, amire eddig készítettük őket, és úgy tűnik, hogy azért nagyon sokan sikeresek ebben a digitális teljesítésben,
nem fogjuk őket most hirtelen egy szóbeli vizsgára mondjuk behívni, ez egészen biztos, hogy nem fog megtörténni. Én azt kértem a kollégáimtól, hogy mondjuk máról, holnapra víradóan egymás között ceteljenek, beszélgessenek arról, hogy van-e olyan kritikus helyzetű gyerek, akinél azt látják, hogy csak ez a személyes konzultáció az, ami bármilyen szempontból segítség. Nyilván ezeknél a gyerekeknél, ezekben a helyzetekben rugalmasak leszünk, de egyébként le fogjuk zárni szépen az évet a digitális munkarendben. Ugye volt egy kötelező ügyeleti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség, mi minden nap nullát kellett, hogy lejelentsünk, mert nálunk a gyerekek, hogy ezt a fajta iskolai ügyeletet nem igényelték, nyilván középiskolások, túlkorosok megoldották. Akik nagyon-nagyon vágynak az iskolába, azok pedig nem az egyéni konzultációkra vágynak, tehát nem amiatt szeretnének visszajönni, amit jeleznek, úgyhogy mi is tervezünk majd azért valami informálisabb találkozót, ha nem is kirándulás, de biztos, hogy fog történni valami, hogy találkozhassunk. Nyilvánvalóan ezt szerint ütemezzük, ez 3 hét, amiről beszélünk. A mi gyerekeinkről azt fontos azért tudni, hogy az átállás maga is körülbelül ennyi időt vett igénybe, tehát most ezt visszafelé fordítani, úgyhogy kitör a nyári szünet, nem látjuk túl sok értelmét. Nyilván mindent megteszünk, hogy ne sérüljenek a jogaik, tudjanak jegyet szerezni, zárhassuk az évet. Amennyire a kollégák rugalmasságán, meg időbeosztásán egy múlik, rajtunk nem fog múlni. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdést még föltennék ezzel kapcsolatban, az évzárással kapcsolatban, hiszen itt van már tényleg a nyakunkon van, és az a kérdésem, hogy nálatok, és akkor át is kanyarodhatunk talán a digitális munkarendre, az átállásra, hogy hogyan oldjátok meg, tehát van-e olyan diákotok, és ha igen, akit buktattok, vagy van esetleg bármilyen alapelvetek most erre az időszakra vonatkozóan, amiben megegyeztetek, hogy az évzárások kapcsán ettől most eltekintetek, tehát nem fogtok évismétlésre hagyatkozni. Prekivi, megteszed, hogy elkezdett? Igen. Mi március 16-án jött a digitális oktatás, 17-én el is kezdtünk, még nagyon nagy nehézségek árán, majd arra később visszatérek. És összességében minden gyereket elértünk. Hát van, akit csak körülbelül 2 hete, de ennek nem technikai oka volt, hanem tehát van például egy családunk, ahol sok gyerek, sok ember lakik együtt, és az anyuka maga mondta el, hogy Éva néni, én nagyon sajnálom, de mi átálltunk egy fordított életre, nappal aludtak, éjjel voltak fönt. Most nagyon érdekes, mert a kislány úgy nem nagyon vett részt, de most a héten, hogy biciklizni, meg a Dunapartra kellett menni, előkerült, nagyon örülünk egyébként neki, mert hogy nincsen itt semmi baja. Tehát szerintem mi arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy ezek a gyerekek, akik így eltünedeztek, vagy az elején, vagy a végén, ők kapjanak lehetőséget arra, hogy javítsanak, legyen osztályzatuk. Én szerintem mi nem akarok senkit sem most megbuktatni, mert a többség az nagyon szépen vette az akadályt, és meglepő módon átálltak, nagyon rugalmasan, sok esetben még rugalmasabban lévő, átálltak erre az új rendszerre. Én nem szeretném megbuktatni nagyon. Köszönöm szépen. Angi, nálatok erről volt szó? Tehát arról, hogy hogyan zárjátok az évet, hogy vannak ilyen alapelvek? Esetleg? Nem, mint ahogy említettem, nincsenek osztályok, hanem csoportok vannak, és akkor van egy osztályozó íze minden diáknak, amit fel kell töltenie, azaz benne van, hogy mennyi jegyet kell megszereznie, ugyanannyit egyébként, mint hogy a 9-11-12. Osztályba járna, de ezt nem így hívjuk, ugye nem osztályoknak hívjuk, de ugyanazokat a krediteket, ugyanazokat a jegyeket ugyanúgy meg kell tanulnia és meg kell szereznie. Nem fogtunk buktatni, eleve az a elvünk, hogy nem buktatunk, és nem negatív egyesezés és ilyenek nincsenek. Inkább pozitívan akarjuk őket megerősíteni. Tehát mondjuk, hogy oké, nem baj, most ezt nem szerezted meg ezt a jegyet, de akkor megszerzed legközelebb. És akkor most ugyanezt tudjuk nekik mondani, hogy
Most azért, mert valakinek nem volt eszköze, vagy nem tudta, egyszerűen képtelen volt ehhez csatlakozni, vagy ezt jól csinálni, és szétesett az idővel, legnagyobb problémák igen ezek voltak, amit Lekéve is mondott korábban, hogy egyszerűen nem tudták tartani a határidőket, összecsúszott az éjszaka a nappallal, elveszítették a mindenféle orientálódásukat, és nem tudtak térben, időben rendesen tájékozódni, mert szétcsúsztak. És most ezért büntetni őket azt gondolom, hogy rendkívül inkorrekt lenne, ezért moratórium van, nincs kirúgás. Oké, köszönöm. Györfi Évi, nálatok ez hogy? Hát mi nagyon nagyot vitatkoztunk erről tegnap, úgyhogy nagyon friss élményeim vannak a kollégák ilyen kis saját autonómiájukon belül, hogy miket döntenének vagy mondanának, de a közös policy végül is nálunk is hasonló. Mi negyedéves ciklusokban adunk ki értékelést, tehát nem fél évkor és évvégén csak, vagy nem havi rendszerben, hanem negyed évben, és ugye ez nagyon-nagyon közel volt a digitális munkarend bevezetéséhez most az utolsó negyed év indítása, és mi akkor már arra kértük a kollégáinkat, hogy azoknál a diákoknál, akik nem a digitális munkarend miatt, vagy a járványhelyzet miatt, hanem az egész éves teljesítményük alapján veszélyben látszanak, az ő érdekükben is kezdjék el kommunikálni, hogy mi a feltétele annak, hogy évfolyamot tudjanak lépni. Tehát a kollégák már akkor elkezdték végül is függetlenül a digitális munkarendtől, és nagyon sok diáknak ez segített egyébként, tehát hogy az utolsó negyed évben megtartosodtak, van, akin ez nem segített, de mondjuk fél évig nagyon jól dolgozott. Tehát nagyon kevés olyan diákunk van, ahol ez tényleg konkrétan egy probléma lehet, vagy így akár elvi kérdés, akár tényleg praktikusan ott van, akár azért, mert megmérhető volt a teljesítménye, és az elégtelen volt, és mondjuk a digitális munkarendben meg eltűnt. Van azért néhány ilyen diákunk, hogy róluk egyesével így, hát ahogyan esetmegbeszélőt csinál az ember, szépen mindenki, ugye én sem mondtam el, de nálunk is egy gyerek körül azért nem egy felnőtt van, vagy nem csak, nincs a szaktanár egyedül, hiszen páros osztályvezetés van, minden osztály mellett van egy gyerek jóléti, vagy iskolai szociális munkáshoz hasonlítható kollega, és minden tanárunk egyébként nagyon-nagyon érzékeny. Elég sokan jönnek vagy alternatív helyzetből, vagy alternatív iskolából, vagy olyan pályafutásból, ahol ez az azért megérett, hogy ez a fajta érzékenység így meglegyen. Tehát természetesen teljesen máshonnan indulunk, mondjuk, amikor egy ilyen kritikus helyzetű gyerekről kéne döntenünk, de általában nem mondjuk azt, hogy nem buktatunk. Tehát azt mondjuk, hogy minden gyereknek megadjuk a maximális esélyt, tehát olyan gyerek, aki mondjuk a három negyed év alatt mindig elégtelenre írt mondjuk meg teszteket, de az utolsó negyed évben viszont teljesíti a most kihirdetett minimum követelményeket a ketteshez, akkor ő lehet, hogy nem fog megbukni. Lehet, hogy egy másik iskolában ezt az esélyt meg se kapná. Tehát mi is arra törekszünk, hogy tudjanak lépni, tudjanak haladni a gyerekek, és szerintem ez most nagyjából sikerülni is fog. Szóval a tegnapi gyűjtésünk alapján mondjuk egy kezemen meg tudom számolni a kritikus gyerekeket, és mivel mindannyiukkal egyesével el is kezdtünk konzultálni, most én is ma megint bonyolítottam néhány kört, az látszik, hogy ők is így nagyon megpróbálják most összeszedni magukat, jövő héten, azt követő héten még beadják a beadandóikat, még konzultálnak, tehát komoly esély van arra, hogy sikerül az évük. Köszönöm szépen. Akkor megint csak kanyarodjunk vissza akkor a munkarendreváltáshoz. Egy kicsit meséljetek nekünk arról, hogy a március 16-án bejelentett, vagy életbe lépett munkarendi váltásra ti mennyire tudtatok felkészülni, mennyire ért váratlanul, honnan indultatok, tehát hogy mennyire volt a digitális eszköz használat jelen az iskolában, és kezdve akár azt is, hogy mi volt a legnehezebb, például a digitális eszközöknek a hiányát, hogy tudtátok esetleg segíteni, támogatni a diákoknál, és bármi, amit most fontosnak féltek. Évi, Prekivi, akkor kérlek, kezd el a sort. Megint le vagy halkítva, Évi, gyere! Nagyon udvarias. Bocsánat, mindig elfelejtem. Szóval a rendszergazda és az osztályfőnökök felmérték, hogy mi a helyzet eszközöknek tűnhetőben. De nálunk nem a legjobb anyagi helyzetben lévő gyerekek, szülők vannak, és az volt a feladat, hogy be kell szerezni az igazgatónő, már második nap, tehát kedden már megpróbáltunk eszemünk oktatni,
és szerveztük azt, hogy a kieső gyerekek kapjanak eszközt. Összességében 20 laptopot osztottunk, 18 tabletet, 5 okostelefont és 12 digitálkát szerződés keretében, tehát szerződést kötöttünk a szülővel, és akkor a gyerek a szülővel együtt, vagy a szülő csak bejött és átvette az eszközt. Úgy néz ki, hogy ez egyébként egész jól működött, közben volt olyan, hogy nem tudtak csatlakozni, vagy valami meghibásodás, akkor visszahozták. Úgyhogy gyakorlatilag az informatikus kollégám, aki a rendszergazda is, az első 2-3 hétben egy nappal át éve csak ezzel foglalkozott, most már körülbelül így beállt egy valamiféle rend. Elsőbséget élveztek az érettségizők, tehát az volt a cél, hogy ott mindenkinek legyen egy laptopja, amivel kényelmesen tud dolgozni. A felsősöknek tablet, okostelefon, laptop, és akkor az alsósok maradt az okostelefon, de ott volt, van olyan szülő is, akinek csak nem okos telefonja van, de azzal is tudja tartani, tehát az osztályfőnök az nap, mint nap, vagy hetente, nem tudom, hányszor, hívja őt, és kapják a gyerekek a feladatot. Úgyhogy így nagyjából megoldottuk az összes gyerekét. Hát van egy testvérpár, ahol akik kaptak eszközöket, és azt mondták, hogy ők inkább visszaadják, mert nem bírják ezt a digitális oktatást. Úgyhogy visszaadják az eszközt. Most aztán utána mégiscsak a gyerekek valamit egy idő után valamit mégiscsak csináltak, de visszajött az eszköz, kiment az érettségizőbe. Úgyhogy így oldottuk meg. Oké, köszönöm szépen. Ja, bocsánat, még azt elfelejtettem mondani, hogy honnan volt eszközünk. Tehát részben a saját eszközeinket osztottuk. Kaptunk a Siemens Csepeli transformátorgyárból 11 laptopot, meg 5 tabletet a Rémal ZRT-től, mert már karácsonykor is több ilyen adományt kaptunk, és egyéni gyűjtésben is ment. Két kollégám idejével gyűjtött be okostelefonokat, tableteket, úgyhogy ebből nem az elektrizás. Köszönöm. Angi, nálatok? Hatodikán elmentünk az iskolába, tanárok, diákok már nem jöhettek, és egy félnapos, egésznapos táb keretében beszéltük meg, hogy akkor hogyan tovább. Azt is, hogy milyen platformot használunk, hogy milyen ütemben adjuk a feladatokat, javítjuk, hogyan jelzünk vissza, hogyan folyik tovább az egyénizés a mentorálisainkkal. És igyekeztünk ezt valahogy úgy kitalálni, hogy minden legyen, vagy minden nem tud benne lenni, de majdnem minden, amit egyébként ott az iskolában élőben csinálunk, azt csináljuk itthon is. Azt már akkor sejtettük, hogy az egyéni, úgynevezett egyénizésnek, ezek az egyénekkel beszélgetés, a párok beszélgetése a diákkal, a diákpárjával, ezeket az egyénizéseket biztos, hogy folytatni kell, sőt, még intenzívebben, mint egyébként. És ezt mindenki úgy csinálta, hogy egyébként is az előtt. Aki addig is kommunikált Messengerben a diákpárjaival, az folytatta Messengeren, vagy videócseten, vagy ahogyan tudta, ez egyébként is ilyen négy szemközti beszélgetések. Aztán kiválasztottuk, hogy mit, mikor, az lett a döntés, hogy hétfőnként mindig kiavítunk, visszajelzünk mindenkinek külön-külön, tantárgyanként, dolgozatonként. Kedden rakjuk fel az új feladatokat, létrehoztunk egy ilyen közös drive-ot, egy e-mail címen belül, ez a Google Drive nevű dolgot használtuk, oda raktuk fel mindannyian a feladatainkat, és ehhez hozzáfértek a diákok. Keddenként raktunk új feladatot, és akkor azt péntekig kellett elküldeni a diákoknak, és következő héten hétfőn kapták, és kezdődött előről, illetve a meglévő órarendjük szerint maradtak az óráig, mindenkinek volt egy órarendje akkor, és maradtak az óráik, és azokat meg folytattuk a Zoom nevű programon, nem tudom, hogy szabad-e program nevet mondani ilyenkor. Szóval, hogy folytattam ezeket ilyen videóórákon, és
ez nagyon jól ment amúgy nekünk az érettségig, de nálunk is ilyen negyedéves etapok vannak valójában, és akkor volt egy zárás negyedévkor, ugye mindenkinek visszajeleztünk, hogy most hol tartasz, a driver rendszeresen a tanárok is beírták, hogy a diákok, és diákot volt a driver egy táblázaton, és beírtuk, hogy volt az óránkon, vagy nem. Küldte a feladatot, vagy nem, hogy a párja láthassa, hogy más tantárgyakból mit csinál, mert az iskolában látom, hogy ott van a magyar órán, úgyhogy nem én vagyok a magyar tanár, de itt arról ezt nem látom. És onnan tájékozottunk, illetve a stábokon beszéltük meg, hogy mi van a diákokkal. Az eszközökkel nálunk nem volt olyan nagyon rossz a helyzet. Majdnem mindenkinek volt valamilyen eszköze, minimum egy telefon. Voltak néhányan, akiknek nem, azoknak meg hát barátok, rokonok, ismerősöktől próbáltunk megszerezni. Az az igazság, hogy nem nagyon kaptunk sehonnan semmilyen támogatást, eszköztámogatást, vagy bármilyen hasonlót. Mindent nekünk kellett kitalálni, megoldani az eszközhiányt, kitalálni, hogy hogyan mi fogunk oktatni. Nem csak a diákoknak, nekem személyesen eszközhiányom volt a 10 éves laptopommal, aminek kamerája sincs, hogy nekem is voltak problémáim, vagy a diákoknak. De ezeket így elkezdtük orvosolni. Volt néhány lehetőség, annak utána néztünk, hogy van-e valamilyen támogatás, ahol lehet igényelni diákoknak ingyen eszköz. Volt, most nem fogom megmondani fejből, hogy pontosan mi volt ez. Nekem van diákpárom, aki ezt igényelte, de még csak vissza se jeleztek neki. Ez semmi. Ez nem valós segítség ezen a télen, az az igazság, hogy nem volt. De ennek ellenére mindenki előbb-utóbb így-úgy valahogy megoldotta a problémát, mindenkit elértünk, azt gondolom, az iskolánkból. Ez nem jelenti azt, hogy minden diák minden feladatot és megcsinál, visszaküld, és minden órán része, nem, közel sem természetesen, de legalább mindegyikről tudjuk, hogy mi van, hol van, mit csinál. Hát azt is gondoljuk, hogy nem beszélhetünk tanulásról addig, amíg egy fiatalnak nincs mit ennie, nincs hol laknia, és nincs egy biztonságos háttere közege. Hát én beszélhetek a nagy tudásról, meg az érettségiről, meg ennek a fontosságáról, hogyha az a gyerek éhezik konkrétan. Tehát elsősorban ez volt a fontos, hogy egyáltalán elérjük, és megtudjuk, hogy van-e mit enni, van-e hol aludni. Sokaknak megszűnt a, egyébként mondjuk valamilyen terápiában volt, megszűnt a terápia, mennyire van egyedül, van-e hová mennie. Ezek voltak az első és legfontosabb problémák, hogy legyen a legfontosabb alapdolgaik legyenek meg, aztán az eszköz, aztán beszélhetünk tanulásról. Köszönöm. György Évi, nálatok ez? Igen, én innen a végéről tudnék nagyon-nagyon erősen csatlakozni, hogy nálunk is meglepő módon egyébként nem az eszköztelenség, mármint nem a mobil eszköztelenség, vagy akár az otthoni internet volt az elsődleges fókuszpont, vagy problémás pont, hát ez ismeri szerintem, vagy ismeritek ezt a Maslow piramist, amivel most már az internet hozzáférés és a mobil eszközök azok az alapszükségletek kategóriájába bekerültek. De mégis én is azt gondolom, hogy nálunk is a terápiáknak megakadása, illetve bizonyos intézményekben ugye ből kirakták a bent lakó gyerekeket, tehát ezek tényleg ilyen valós, konkrét és prompt helyzetek voltak. Az nálunk is nagyon markáns volt, ugyanígy ez a személyes kontakt, hogy hogyan tudunk ezek után azokkal a gyerekekkel kapcsolatban maradni, akiknek nagyon-nagyon fontos az, hogy egy napi törődés, egy napi odafigyelést kapjanak. És valóban a néhány gyereknek hiányoztak eszközei, mi ezeket elsősorban civil szervezetektől kaptuk, Tilos Rádiótól és Aurórától. Nem tudom, hogy lehet-e mondani, de én azért nagyon büszkén ezt mondanám, ugyanis az összes nagyon profinak látszó pályázati lehetőség végül is ennyire gyorsan nem tudott így megszületni. Tehát amikor péntekről hétfőre kell megoldani egy ilyen helyzetet, akkor az iskola a saját eszközparkját adja oda, és volt néhány gép, amit nyilván oda tudtunk adni, egyébként kollégáknak is ugyanígy felajánlva, hiszen nem csak a diákok lehetnek érintettek ebben a témában, és volt is kollega, aki jelezte, hogy egyáltalán nem gondolja ezt természetesnek, hogy neki rendelkeznie kellene, és a munkájára így otthon ilyen szinten felkészülve kellene lennie. Tehát gyerek és felnőtt egyaránt érintett volt, de kevés.
Ugye, és a másik kör az volt, hogy kezdtük mi is a saját ismeretségi körénkben, partnereink körébe a kéréseket terjeszteni, de hát elsősorban csak azoknak próbáltunk segíteni, akik maguk is jelezték, hogy erre szükségük van, és nem csináltunk egy ilyen minden áron mindenkinek a torkán lenyomunk valamilyen laptopot vagy táblagépet, de valójában az a tapasztalatunk, hogy van is a diákoknak. Tehát lehet, hogy éhezik, lehet, hogy nincs téli cipője, de biztos, hogy van mobil okostelefonja van a legtöbbjüknek, és biztos, hogy van valamilyen internet hozzáférése, lehet, hogy átmeneti zavarokkal, de akkor is megoldja. Hogy tudjon ezen az úton kommunikálni, vagy így bármely közösségnek a tagjaként létezni. Tehát valahogy nem ez volt így a fókuszban. Nálunk az átálláshoz kötődően, hát azt gondolom, hogy egy picit hamarabb eszméltünk, illetve figyelve a nemzetközi tendenciákat, ez azért nagyon látszott, hogy ez be fog következni, és tényleg csak a hivatalos bejelentésre vártak az iskolák, így mi is, de tulajdonképpen a megelőző héten nálunk a gyerekek már, meg a családok olyan intenzíven kérdezgették, sőt volt olyan család, aki azt mondta, hogy ő nem engedi a gyereket iskolába, és vállalja ennek minden felelősségét, hogy mi az iskola vezetéssel tulajdonképpen már azon voltunk, hogy átszervezzük a tanítás nélküli munkanapokat és a szünet elé valahogy azt odapakoljuk, hiszen ez pont ugye a tavaszi szünet előtti időszak, és meg fogjuk próbálni ezt akkor is megoldani, hogyha ilyen nagy a szülői lobby, meg a gyerekek ennyire intenzíven problémáznak ezen, sőt, hát nekünk azért az iskola vezetésben, meg a tanári karban is vannak súlyosan veszélyeztetett kollégák, így járvány szempontjából, tehát aggályos volt, hogy ha nem online, akkor ténylegesen be fognak-e tudni jönni dolgozni, meg nem fognak bejönni a gyerekek az iskolába. Tehát mindenképpen gondolkodtunk ezen, és én 16-án megírtam a kollégáimnak, hogy szerintem saját felelősségünkre vállalnunk kell egy ilyen döntést. Végül is ezt az iskola, ebben ez jogilag teljesen rendben van, hogy bizonyos mozgástere minden iskolának van, és látva a gyerekek igényét, meg a családok igényét, igenis ebben rugalmasnak kell lennünk. Aztán, hogy mi lesz a tavaszi szünet után, azt nyilván nem tudhattuk, de szerencsére ez így egybeesett. Úgyhogy az általános ilyen szempontból megérett, én azt mondom, tehát, hogy így pont megtörtént jókor, és nem kellett olyan dolgot csinálnunk, amit esetleg később megbántunk volna, vagy valaki kritika alá vonhatta volna, viszont az biztos, hogy én a kollégáknál is azt mondtam, meg azt képviseltem, hogy a legkisebb elmozdulással induljunk, mert hogy én azt nem tudtam elképzelni, hogy innentől mi teljesen más dolog történjen, és aztán nézzük meg, hogy kinek mi az elérhető digitális eszköz, amit nagyon hamar használatba tud venni, vagy ha már használt valamit, akkor használja azt. Tehát ez volt az indul, ez volt így a nyitány, és az derült ki, hogy nagyon sok kollega használ azért valamilyen felületet, csak itt nálunk az volt a probléma, és igazából ez volt a legnehezebb az átállással, hogy tegyük-e le a voksunkat valamilyen rendszer szintű megoldás mellé, vagy hagyjuk a tanároknak a szabadságát ebben, mert ebben vannak benne, ezt használják, például az angol tanárunk éveleje óta Classroomot használt, de ugyanúgy használta egy másik oktatási környezetben a Teams alkalmazást is, vagy Messengert is, tehát nagyon sok minden. És akkor elkörülment egy kicsit ilyen vitaszerű. De aztán ez szépen elrendeződött. Én akkor rajzoltam egy csodálatos térképet, hogy hányféle alkalmazást mi mindenre használunk, de hogy végül is minden kollega bele tudott állni. Volt, aki több segítséget szeretett volna, mint amennyit végül is tudtunk adni, de ő is reklamálta ezt, és kiharcolta, hogy végül is segítsünk, amit lehetett, és mindenki bele tudott állni. Tehát körülbelül az első héten ez zajlott, a gyerekek felé az a kommunikáció ment, hogy marad az órarend, egyelőre elfeleztük az órákat, nálunk jellemzően egyébként tömbösített órák, vagy projekt órák vannak, illetve minimum dupla órák, tehát szimpla órát nem nagyon tartunk, és akkor az volt a policing, hogy az egyik maradjon meg kontaktórának egyelőre. Ez legyen egy ilyen mondás, hogy ne kelljen rögtön az összes az eszközöket is, meg a struktúrát is borítani, mert ez egyszerűen az egész rendszert borította volna. Végre
van egy óra rendünk az utolsó negyed évre, azt nem fogjuk szétzilálni teljesen. Tehát mi nem engedtük el az órarendet, és aztán a kollégák szépen, ahogy látszott, hogy a gyerekek hogy tudnak kapcsolódni, mi a jó ritmus, mi a sok, mi a kevés, úgy azért ezen picit még finomítottak. Tehát például a nyelvtanároknál ugye az a nagyon markáns nézet, amit a digitális munkarend előtt vallottak, hogy már pedig a nyelvoktatás az akkor hatékony, ha sok kontakt van egy héten, sok kicsi kontakt van. Ugye az is, ők egy kicsit jobban ragaszkodtak ehhez, hogy valahogy a több óra legyen, ha tudjanak a hagyományosabb értelemben tanítani, mert az, hogy teszteket csinálnak a gyerekek, vagy kis kutatómunkát, vagy oktatóvideókat néznek, ez nem pont ugyanaz, és nem elég hatékony. Tehát mondjuk például a német óráink, azok több kontaktórát hoztak aztán vissza, de más tantárgyakból a tanárok általában a dupla órából az egyiket tartották meg, és egyébként feladatokat adtak ki. Ez nagyon különböző ilyen időstruktúrát rajzol ki, ahogy én így elnézegettem, és hát a gyerekek egy része az ezt nagyon élvezi, meg nagyon hamar bele tudott állni, másik részüknek viszont ez nagyon nagy kihívás mai napig, hogy hogyan menedzseljék az idejüket. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott így a tanári gyakorlattal kapcsolatban is, és abból kiindulva, hogy egyrészt még tart a digitális munkarend, tehát tulajdonképpen így kell zárni az évet, attól függetlenül, hogy megadatott a lehetőség arra, hogy a leszakadóbb diákokat, vagy egyáltalán nagyobb támogatásra, vagy a digitális munkarendben kevésbé jól működő diákokat behívjátok. De előfordulhat, hogy ugye nagyon nem látni még a jövőt, hogy akár vissza kell térnünk ehhez, tehát azzal kapcsolatban is sokkal nagy a bizonytalanság, hogy mi várható a tanévkezdéssel kapcsolatban. Én azt szeretném még kérdezni tőletek, hogy ha most visszagondoltok erre az időre, ugye elmondtátok, hogy sok idő átállni, legalább 3 hét volt, ezt mondta Györfi Évi, mire beleszoktatok, akkor most ezt nem is akarjátok elengedni, hogy visszatekintve a digitális munkarend eddigi eredményeire meg állapotára, mik azok a fő fókuszok, pontok, amikre azt mondjátok, hogy meg kell tartani, és ezen tovább kell indulni, és fejleszteni kell, és mi az, ami probléma maradt? Tehát mi az, amit szerintetek mindenképpen át kell gondolni, és meg kell változtatni? Évi, felekívül először téged. Évi, a mikrofonodat mindig elfelejted. Annyira miértem. Szóval, mi már beszélgettünk erről a tantestületben, de szerintem igazándiból majd akkor tudjuk ezt, hogyha gyakorlatban tovább megyünk. Azt beszéltük, hogy biztos, hogy nem mehet úgy az oktatás, mint ahogy ezelőtt ment. Tehát biztos, hogy egy csomó mindent át kell emelnünk a digitális oktatásból. Mi a Classroom-ot használtuk egyébként, mert én nem beszéltem arról, hogy mit használtunk. Ezt a sokan nem is ismertük mi, ezt az informatika tanárunk javasolta, meg a Meet-et, meg a Facebook csoportok, meg a Messenger, és minél kisebbek voltak a gyerekek, ugye nálunk vannak pici gyerekek is, annál egyszerűbb módot használtunk, amit tudtak használni, meg a szülők is tudtak használni. Nálunk azért nagyon sok az írás tudatlan szülő, úgyhogy nekik nagyobb probléma volt csak esetben, mint a gyerekeknek. Tehát biztos, hogy fogunk használni, de nekünk nagyon fontos a személyes kapcsolat a gyerekeknek is. Tehát én zömmel általános iskolában tanítok, adtam feladatot, de én mindig akkor adtam a feladatot, amikor az órát ott tartottam, tehát így előre, egy hétre előre nem mertem kiadni, és aztán később a kollégáim is átvették ezt a gimnáziumban, vagy nagyjából átvették, mert a gyerekek nem tudnak így előre, vagy ilyen időt beosztva gondolkodni, hanem az ott és most, ráadásul a körülményeik is olyanok. Tehát digitálisan tanítunk, de közben ott van a lakásban még a gyereken kívül 8-10 gyerek. Tehát, vagy szóval nagyon sokan egymás egyén hátán laknak, tehát
sokszor olyan hangzavar vette körül a gyereket, hogy mondtam, édes gyerekem, csoda, hogy te még nem bolondultál meg. Úgyhogy nem tudom még, hogy mi mindent fogunk megtartani, de jó lenne, hogyha sok mindent, hogyha a gyerekek nem csak a hipók virtúra használnák meg, mert azért most is kiderül, hogy sok gyereknek van okos telefonja, csak éppen nem nagyon tudja, hogy azon kívül, hogy lehet vele lájkolni, meg csetelni, azon kívül még másra is használható. De ehhez képest nagyon jól belejöttek. A 12-től 7-ig rögtön ráálltunk a Classroom-ra meg a Meet-re, aztán az 5.-6-osokat is megtanítottuk erre, sőt a 4-eseket is, és úgyhogy elég jól állunk szerintem a körülményeinkhez képest. Nagyon röviden. Köszi. Angi? Nálatok? A mi diákjaink ugye nem kicsik, már 16 évesek akár. Elég jól használják a telefonjukat, és ez is korábban elhangzott, a telefon még fontosabb, mint a kaja, tehát hogy nagyon sokan dolgoznak, és azért nagyon fontos, hogy jó telefonjuk legyen. De sokkal fontosabb, mint mondjuk nekem. A fiataloknak fontos ez a dolog, a jó menő telefon, és elég jól használják is. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt, nem tudom, hogy fogalmazzam, jól tanulni az internetről, vagy keresni az interneten, azt nem tudnak. Bizonyos funkciókat jól használnak, applikációkat telepítenek és használják, de hogy tanuljanak egyedül, önállóan, megkeressék, azt keressék meg, amit kell, hogy meg is találják a megfelelő válaszokat, segítséget, az nagyon-nagyon nehezen. Én például kémia-fizika tanár vagyok, és nagyon nehezen találtam olyan feladatot, amelyiknek 100%-ban konkrétan nincs meg a leírás az interneten. Mindennek megvan a válasza és a megoldás az interneten. És ennek ellenére, hogy ilyen feladatot adtam, mert nem volt más lehetőségem, esetleg az, hogy én kitalálok újabb feladatokat, ami nem napi 10 óra munka, hanem még 20 lett volna a végére, nem találták meg a választ egyszerűen, nem tudnak jól tanulni az internetről. Azért én azt gondolom, hogy az online és digitális és mindenféle oktatás és munka soha nem fogja helyettesíteni az iskolát, soha ez. Biztos vagyok benne, akárhová is fejlődik ez a technika, nem pótolható az iskola és a személyes kapcsolat. A diákoknak rettenetesen hiányoztunk mi. Nekik, ők nagyon sokat fütyűznek, nagyon sokat nyomkodják a telefont, de most, hogy más se kellett csinálni, csak ülni otthon és telefon nyomkodni, teljesen ki voltak akadva, hogy ők be akarnak jönni az iskolába, látni akarnak minket, akarják látni a színünket, szagunkat. Amit teljesen megértek, mert én is így vagyok ezzel, hogy én is ahhoz ragaszkodom. Használtuk korábban is, az iskolának van zárt Facebook csoportja, a Facebook csoporton túl vannak ilyen munkacsoportok, például projektmódszert használunk az iskolába, és az egyes projekteknek van Messenger csoportja, mert a diákok azt mondták, hogy akkor a Messengert már jobban szeretik, mint a Facebook csoportot. Hát az, ami teljesen követi az igényeiket, azért én például nem tudom, hogy már Instagram is legyen, mert az most már menőbb, meg most már a TikTok, vagy a nem tudom, csak éppen mindent nem, szerintem nem lehet követni, és nem is kell, én azt gondolom. De úgy a Facebookban ki tudtunk egyezni, hogy azt még én is használom, ők is, Messenger csoportok. Ezeket továbbra is használjuk természetesen. De korábban is használtuk. Illetve az egyéniséseknek, aki tartósan beteg, annak teljesen jó ez a megoldás szerintem, hogy feladatokat teszünk fel egy adott helyre, azt rendszeresen fölrakjuk, ő letölti, rendszeresen tartunk online konzultációt, vagy egyénizünk így videócseten. Szerintem sokak esetében ez megtartható. Tömegek esetében nem. A legtöbbek esetében nem. A másik, hogy nálunk nagyon-nagyon sok diák dolgozik. Muszáj neki dolgoznia esetleg, mert teszem azt, egy szülő eltart 2-3 gyereket, nem tudja igazából finanszírozni a gyerekek iskolába járását, és a gyerekek, ezek a nem kis gyerekek igyekeznek diák munkákból legalább a saját cseppénzüket megszerezni, van, aki be is segít otthon a rezsibe,
És akkor neki ugye nehéz ez az iskolába járás és dolgozás is. Meglepő, hogy a diákmunkás zöme délelőtt van, egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy lehet. És ezeknek a gyerekeknek szerintem fent lehetne tartani ezt a digitális vonalat, hogy aki nem tudja 100%-ban élőben teljesíteni, itt legyen lehetősége, vagy ha megbetegszik, vagy ha munka, vagy ha bármi van, legyen továbbra is ez a csatorna nyitva, azt gondolom. Én azt mondanám erre, hogy nagyon hasonlót gondolok egyébként, de nyilván nem véletlen, hiszen a gyerekeinknek a helyzete meg a szükségletei azok hasonló tapasztalatokra vezettek minket, de azért én nagyon tudok egyetérteni azzal, hogy az eszköz az nem segíti mindig az önálló tanulást. Tehát ez az eszköz használat, ez nagyon-nagyon korlátozott néhány gyereknél, tehát ha kulcsszavazni nem tud valaki, akkor nem tud az interneten elég jól keresni, vagy nem hatékony, akkor indulatos lesz, abba hagyja, ugyanúgy föladja a kutató munkát, ha nem facilitálja egy tanár ezt a folyamatot, amit élőben is lehet persze, meg digitálisan is, nem ez a lényege, hanem hogy egy csomó gyerek úgy van beledobva egy önálló tanulási projektbe, amire nemhogy nem volt felkészülve, hanem a mínusz 100-ról kellene, tehát hogy először azt kellene megtanulni, azt is valamilyen támogatással. És nem hiszem, hogy ezzel a mélyvízzel egyébként ezt megtanulták. Tehát ez nem tudja helyettesíteni. Tehát nem vagyunk ezen túl, legfőjebb egy metszetet láttunk ebből így most élesbe, hogy bedobtuk a gyerekeket a mélyvízbe ilyen szempontból, és hogy mik lettek végül is az eredmények. Nekem pont egy mai konzultációban mondta egy diákom, kérdeztem, hogy mi az, amit te megtartanál, mi az, amit te szerettél ebből a digitális munkarendből, és ő azt mondta, hogy hát sok mindent szeretett, de azért nagyon kell a tanárnak a magyarázata, meg hogy ő ott legyen jelen, hogy tudja a tanár, hogy ő az, aki nem érti, és az ő szemébe kell elmagyarázni, mert hogy nem lehet feltétlenül azonosítani mondjuk egy ilyen digitális platformon, hogy melyik diáknak hogy csillog a szeme, vagy nem tudom, hogy ki szólt hozzá, ki kérdezett. Tehát ön neki nagyon hiányzik az a személyes törődés, vagy a személyes kontakt, illetve az a fajta odafigyelés, ami ezt a differenciált hozzáállást is segítheti. Tehát, hogy ez az egyik dolog, ami szerintem. És ő egyébként pont egy olyan diák, aki egyébként tud önállóan tanulni. Tehát nála nem ez volt így a fókusz probléma. A másik dolog, ami szerintem fontos, hogy a diákok egymással való kommunikációjának van egy kultúrája, amit nem lehet egyszerűen átrakni egy ilyen műfajba. Tehát a csoportos, kiscsoportos, páros, tanulást támogató technikákat mi megpróbáltuk használni, pont a lemorzsolódó, eltűnő gyerekeknél. Nem azt az utat választottuk, hogy akkor a szülői kontrollt kérjük azonnal, hanem kis tanulócsoportokat csináltak például a tizedikesek, olyan diákok együtt, aki 2-3 vagy 4 diák, akik egyébként jóban vannak, de minden csoportban volt valaki, aki biztosan tudta vállalni azt, hogy a kontaktórákat ő délelőtt be tudja vállalni, mert nem dolgozik, mert nem tudom, olyan a háttere, meg olyan az idő beosztása, és volt olyan diák majdnem minden csoportban, aki kritikus helyzetben volt, és ezért így tulajdonképpen azt reméltük, hogy kiegyenlítődik, és az egymás támogatásával ezen a platformon is tud a dolog működni. És ez mondjuk jobban működött, vagy működik, mintha egy teljes tanulócsoportot akartuk volna így valamilyen szinten együttműködésre bírni. Tehát egy picit ilyen csillagszisztémává esett szét ez a dolog. Szóval így az osztályokat, a tanulócsoportokat egyben nem lehet szerintem digitális pályán ugyanúgy mozgatni. Én például, amit tanítok 11-eseknek, projekttervezés, projektmenedzsment, az egy nagyon intuitív, és az adott csoport adott pillanatából. Én rengeteg olyan adhok ötletem van, ami akkor ott jön meg, abban a térben, abban az időben, abban a diák állapotban. Erre én nem tudok digitális tananyagot írni. Egyébként nagyon jók vannak, tehát nyilván nagyon egyszerű egy digitális tananyagot például leválogatni, de ez nem oldja meg mondjuk szerintem a mi gyerekeinknek a helyzetét. Tehát kiadom a digitális tananyagot, semmit nem mond, elolvasszák, nyilván megpróbálják feldolgozni, de mint egy órának a tapasztalatszerzése vagy élményszerűsége, ahhoz képest, hogy ott a tananyagból megfogható, és amit én utána magyarázhatok akárhogy, egyszerűen ez nem megy át ezen a közegen. Szóval, és nem akarom végigmondani, de hát ezek a művészeti meg kreatív ágazatok, mint például animáció vagy mozgókép stúdió, ezt nem tudja a gyerek otthon csinálni,
Tehát vannak olyan részek, vagy kézzel rajzolást, oké, be lehet fotózni, meg lehet otthon is, ahol egymást inspirálják a gyerekek, azt egyszerűen nem lehet átrakni. Tehát szerintem ez mindenképpen csak evényes marad. És az utolsó gondolatom így a megtartás, vagy mit tartsunk meg, mit ne tartsunk meg jegyében, szerintem igazából arra kell használni az eszközöket, amire valók. Tehát, mint ahogy a projektírásnál is, nem azért adok be egy pályázatot, mert az van kiírva, hanem mert meg akarok valamit csinálni, amihez forrás gyűjtök. És szerintem ez itt is így van, hogy az eszköz nem keretezheti azt, amit ténylegesen egy tanár egy diákkal el akar végezni. Ha segít abba a folyamatba, akkor használni kell, ha nem segít, akkor szerintem ki kell dobni. És nagyon nehéz ennyit ülni gép előtt. Én magam is egy olyan alkat vagyok, sokkal nyüzsgőbb, én nem bírok, most is a határomon vagyok, nem azért mondom, mert tudom, hogy közeledik lassan az idő vége, de hogy nem bírnak ennyit a diákok ülni, és az eddigi kampányunk az arról szólt, hogy ne üljetek ennyit a gép előtt. Ehhez képest most azt várjuk, hogy fegyelmezetten napi, nem tudom, 4-5-6 órát, plusz még a feladatokkal töltsenek a gép előtt. Úgyhogy ez a másik, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad ennyit a digitális térbe kalandozni, mert elmúlik az életünk, és ez a felnőtteknél is, meg a gyerekeknél is igaz. Szóval én hiszek azért abba, hogy ezt meg lehet egy optimális szinten tartani, hogy akkor kell elővenni, akiknél tényleg nincsen más lehetőség. Oké, köszönöm szépen, hogy előkerült a személyesség hiányának fontossága, ezt valószínűleg minden pedagógus, minden diák nagyon erősen érzik ennyi hónap bezártság után. Én mégis egy záró utolsó kérdést tennék fel, és közben a hallgatókat is megkérem, hogyha van kérdésük, tegyék fel a csetbe, hogy tudjam a beszélgető partnereknek közvetíteni, hogy most azzal együtt, hogy előfordulhat, hogy vissza kell állni újra szeptembertől, vagy tehát hogy nem tudjuk még, hogy alakul a járványhelyzet, de ha vissza kell állni, akkor ti milyen fejlesztési célokat tűznétek magatok elé? Tehát, hogy a sulitoknak, nektek, a pedagógusoknak mit kell átgondolni, miben kell fejlődnötök ahhoz, hogy a mostani tapasztalatok tükrében jobban, könnyebben menjen az átállás, vagy a digitális eszközöknek a használata. Plekkévi, kezdjük megint veled. Egy pillanat. Hát mi még nem gondolkodtunk ezen, mert egy pillanat, nem tudok most válaszolni hirtelen. Bárki kezdheti. Ott a fejemben egy gondolat, és úgy elpárolgott, mintha sosem lett volna. Ja, igen. Nálunk az utolsó két hétben a kifáradás jelei nagyon érződtek a gyerekeken, tehát már nagyon igényelték, már nagyon nem bírták az egészet. Talán az, hogy hogyan lehet változatosabbá tenni. Bár igyekeztünk nagyon változatossá tenni, tehát hogy sokféle dolgot csinálni, sokféle eszközt bevetni, nem tudom, hogy miben lehetne fejlődni. Talán az, hogy tapasztalatot cserélni, bár ez megvolt, ez is megvolt. Úgyhogy minden, igen. Az, hogy nagyon sokat ülünk a gép előtt, ennyit nem lehet. Hát nekem konkrétan, már a korba is benne vagyok, de már 3 hete majd leszakad a hátam, mert állandóan itt ülök, de másik kollégámnak is, és a gyerekek is panaszkodnak erre. És most találkoztunk is a gyerekekkel, ugye a héten, és sajnos néhány gyerekünk szép teredélyesre megfizett. Hát kilókat fölszedett attól az üléstől, ettől a mozgásszegély életmódtól, tehát szerintem semmiképpen nem válthatja ki a digitális oktatás a jelenlétet. Én remélem, hogy nem lesz ősszel ilyen hasonló, vagy valami rövidebb ideig lesz, vagy kombinálva azzal, hogy bejárunk. Köszönöm. Angi? Hát ennek még nincs vége, én azt gondolom, és még a következtetéseket, a tanulságokat nem vontuk le. És még nem beszéltük meg, hogy mi az, ami jó, nem jó, mit mentünk át, mit nem, vagy hogyha újra ilyen lesz, akkor mi lesz. Nem tudjuk, hogy szeptembertől mi lesz, vagy hogy még mikor lesz ilyen az életünkben, a jövőben.
Nyilván a tanév vége, július 15 után, mikor már befejezték az diákok az iskolát, mi ott fogunk maradni július 1-ig, előkészítik a következőt, az előzőt lezárjuk, és akkor fogjuk ilyen egésznapos tábokat tartunk, és végigbeszéljük, hogy mi volt, mi van, mi lesz. Gondolom, akkor szedjük össze, hogy ebből mit lehet menteni, mit nem, mibe fejlődjünk, mi volt jó, mi nem volt jó. Amit látok, hogy nagyon gyorsan álltunk át erre az egészre, mi magunk tanárok, nagyon gyorsan tudtunk döntéseket hozni. Nekünk ebben segítség volt az, hogy egyébként is stábként működünk, mindent megbeszélünk, összeülünk, addig ülünk és beszélünk, míg el nem döntünk dolgokat. Tudjuk, kinek mi az erőssége, mi a gyengéje, hogyha számítástechnikáról van szó, akkor én például hallgatok, és tudom, hogy ki az, aki meg megszólal, ő meg tudja, hogy neki meg kell szólalnia. Tehát így tudjuk, hogy kinek mi az erőssége, és gyorsan tudunk váltani, meg átállni. És szerintem egy kis egész gyorsan átálltunk. Persze utána még nagyon sok mindennek kellett bejönnie, és közben folyamatában derült ki, hogy mi az, ami működik, és nem működik, és változtassunk, és változtattunk is. Például nagyon fontos volt az, hogy nálunk 9-kor kezdődik az óra, hogyha iskolába járunk akkor is, itt is 9-kor kezdődtek az online órák is, és 8-kor viszont nyitva van az iskola, be lehet menni, vagy 8:30-re, és lehet ott cseverészni, kávézgatni. És visszavezettük itt a reggel 8:30-re kávézást, hogy tudjunk felkelni a gyereket, hogy legyen miért, tehát keljenek fel 8:30-re, hogy lehessen cseverészni. Most a negyedik negyedévvel bevezettünk olyan órákat, ilyen zoomos órákat, ami beszélgetés. És akkor semmit más nem csinálunk, csak ott beszélgetünk, hogy hogy van. Hogy ezeket bevezettük, és azt gondolom, hogy lehet, hogyha visszamegyünk, akkor ugyanezt csinálni, hogy amikor reggel beérünk 8:30-re, akkor bekapcsolunk egy gépet, hogy aki akar, az meg ott csatlakozzon. Vagy egyébként is mi gyakoroltuk azt, hogy akinek nagyon nehéz volt a felkelés, azt a tanárpárja felhívta reggel. Mista volt nekem is, aki egyébként nagyon rossz reggeli ébredő vagyok, meg időben is elég rosszul működöm. Reggel a lista, hogy ki mindenkit kell felhívni, hogy szia, ébresztő, kelés, indulunk, mind a kettő. Hogy mit kellene például egy tapasztalat, amin drámát is tanított. És az a drámacsoport, amelyiket elkezdtem az iskolában, és azért csoportot összehozni, fölépíteni, motiválni, egységét varázsolni, elképzelésem nincs, hogy hogy lehet online, ez már megvolt ez a csoport. Így tudtuk folytatni ezt ilyen zoomos órákon is, és az előadásból hangfelvétel lett végül, de a csoport az megvolt. Így mindenki rendesen járt, csinálta a dolgát, nem volt ez semmi probléma. De negyedik negyed évre nem tudtam már összehozni csoportot. Mert úgy, hogy nem kell oda jönniük, és nem tudok játszani velük mindenféle játékokat, ami csapatépítő játék, így már új csoportot összehozni nem tudta. Tehát továbbra se tudom azt, hogyha egyből így kell indítani mondjuk szeptemberben, hogy a csodában lehet projekteket, ahol szintén az a feladat, hogy együttműködést tanulni, meg együtt dolgozni, és bedobni az ötleteket a közösbe, illetve a drámát, hogy hogy lehet csinálni, azt továbbra sem tudom. Ha már elkezdtem, folytatni tudom, de elkezdeni nem tudom, hogy hogy lehet. Ilyes. Köszönöm. Közben bejött egy kérdés, mégpedig a következő, több is egyébként. Mi a csoportmunka jövője a szociális távolságtartás alapján működő osztályteremben? Hogyan használhatók az IKT eszközök az új körülmények között? Nem ágyaz meg a helyzet a frontális eszköz használatnak az osztályteremben? Nézzük akkor az elsőt, mert ezek azért így hirtelen felsorolva nem biztos, hogy meg tudjátok válaszolni. Tehát az első, mi a csoportmunka jövője a szociális távolságtartás alapján működő osztályteremben? Mit gondoltok, hogyan lehet ezt a krízis helyzetben a másfél-két méteres távolságot tartva, hogyan lehet mégis ezt a fajta érzelmi meg együttműködést megvalósítani? Bárki válaszolhat, aki... Évi, Györfi Évi, ráadhatjuk abba. Az előbb ezt fejtegettem, hogy én amely tanári szerepből, amit én el tudok képzelni, illetve amennyire mi láttuk, hogy most itt mi történt, ha ez digitális munkarend, akkor tehát hiába vannak erre helyettesítő eszközök, hogy tudsz a Zoomon és meg a csomó alkalmazást, tudja ezt, hogy mini platformokat kínálsz, meg csoportokat hozol létre,
Tehát nyilván át lehet hangolódni egy ilyen dologra, de ahol fontosak a színek, a szagok, az érintés, meg a nem tudom, azt szerintem egyszerűen nem lehet így megcsinálni. Vagy olyan biztonsági keretek között, amik szintén akadályok, de legalább egy személyes térben egy érintést nem zárnak ki. Most ez bizonyos fegyelmezettséget igényel, vagy nagyon-nagyon tudatos hozzáállás, tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy az én 11-es osztályomnak is a töredéke tudná ezt mondjuk így abszolválni a jelen helyzetben. A kicsiknél meg szerintem gyakorlatilag én elképzelhetetlennek tartom, de ez talán az Éva jobban tudja, én egy kicsikkel nem dolgozom, nekem a saját gyerekem is kamasz, tehát ugyanez a korosztály. Náluk a drámaképzés az gyakorlatilag meghalt, ugye így drámatagozatra jár, és egy kicsit így vagyok ezzel, hogy nálunk a projektmódszerek, a csoportmunka, ami a művészeti képzésnek egy ilyen alaphajtóereje, alapmotorja, azok gyakorlatilag haldoklanak egy ilyen helyzetbe. Tehát nekünk mondjuk így a kicsit visszakanyarodva az előzőhöz is, ahol a csoportmunkának mondjuk egy mozgóképes képzésben ugye az ember modellezi azt, hogy hogy néz ki mondjuk egy forgatócsoport. Most az összes egyetem, a filmművészeti tanszakosok is kísérleteznek éppen ezzel, akik egy magasabb életkorban sokkal tudatosabbak, már a pályájuknak szinte a célegyenesébe vannak, hogy hogyan lehet úgy filmet forgatni, stábmunkát csinálni, hogy ezt digitálisan csinálod, és igencsak küzdenek. Na most, ha én egy élmény alapú tanulásként csinálok egy ilyen projektet, és még azért a motiváció nincs teljesen a helyén, akkor én jelenleg nem tudom elképzelni ezt például digitális platformon. Tehát fejlesztési célként én azt biztos fogom kérni a kollégáktól, akik érintettek, hogy ezeket a kreatív művészeti képzéseket, ezeket nézzük már meg, hogy itt milyen tartalékaink vannak, akár drámatagozatról is legyen szó, mert igazából mi itt történt velünk a legnagyobb bubanc. Mert egy matematika tanár meg tudta oldani, bocsánat, hogy ezt mondom, egy közismereti tanár meg tudta oldani nagyon jól, én azt gondolom, az adott körülmények között, és valószínűleg meg is tud sok mindent tartani. A művészeti tanárok viszont nagyon-nagyon-nagyon küzdöttek. Tehát ez a tartalékképzés szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. Ott nem helyettesíthető a csoportmunka. Tehát az, hogy az ember ad a gyereknek egy egyéni feladatot, hogy forgass filmet, az 1%-on van ahhoz képest, hogy lemodellezünk egy rendes filmforgatást. Tehát ezt egyszerűen nem lehet helyettesíteni, el lehet szólni. Tehát itt szerintem azt kell csinálni, hogy jövőre intenzíven pótoljuk ezeket az élményeket, mert ez az élmény alapú tanulás a lényeg, nem pedig az, hogy túlessen és eljusson addig, hogy megvágott egy filmet. Az bárhogy meg lehet csinálni. Ezzel kapcsolatban azt merült fel bennem, hogy beszéltek, hogy akkor szerintetek abban az esetben, amikor visszatérhetünk a normál menetrendre, akkor a digitális eszközöknek a használata az teljesen elengedhető számotokra, vagy tehát hogy éritek ezt meg, mert van egy nagy ellentmondás, hiszen a digitális eszközök révén tudtunk kapcsolatba maradni a gyerekekkel, és már a beszélgetés egy részén megfogalmaztátok azt, hogy nagyon komoly problémák vannak a diákok eszközhasználati készségeivel, kompetenciáival, amik nem az eszközhasználatra, hanem a hogyanra és a mire vonatkoznak, hogy tudnak-e adatot keresni, elemezni, kezdve odáig, hogy ezt hogy tudják aztán felhasználni, új tudást létrehozni, hogy viszonyultok ehhez. Tehát teljesen elengedni valószínű, hogy nem lehet, de hogy mi a megoldás, akkor veti ezt, hogy érjük. Bocsánat, csak én nekem van erre egy nagyon kiforrott sajnos válaszom, de nagyon rövid leszek, megígérem. Én azt mondom, hogy ahol ez hozzáadott értéket képvisel, ott kell megtartani, vagy ahol kényszer, tehát ahol egyszerűen nem tud más, hogy a gyerek számára segítséget nyújtani, ahol hozzáadott értéket képvisel, ott meg kell tanítani a gyereket az eszközt használni egy cél érdekében, mert ezt ne felejtjük el, hogy nem az a célunk, hogy ő digitális eszközhasználó legyen, hanem az a célunk, hogy valamilyen élményen keresztül ő tanuljon valamit. És ha ez az eszköz segíti ezt az utat, akkor meg kell tanítani ezt az eszközt használni, ugyanúgy, hogy táblázatot értelmezni, és meg kell tanulni. Szóval én azt mondom, hogy csak ott, ahol ez tényleg hozzáadott érték, és nem öncél. Jó, jött egy ilyen kérdésünk is, hogy van-e olyan korábbi gyakorlatotok az intézményetekben, ami most megkérdőjeleződött itt a digitális tanulás során, tehát amire azt gondoljátok, hogy akkor el kell hagyni, tehát nincs,
létjogosultsága visszatérni hozzá. Évi nagyon György Évi nagyon bologat. Hát de mindig én igen, tehát igen, abszolút ez az időmenedzsment szerintem a mi gyerekeinknek egy nagyon ilyen alapkérdése, hogy hogyan érik az életüket, és az iskola ebben a struktúrált világával mit tud hozzátenni, hozzátesz-e, vagy éppen elvesz. És én azt láttam, hogy nagyon sok gyereknél hatékonyságot növelt ez a fajta dolog, hogy kevésbé a részvételen alapul, sokkal inkább egy teljesítményen alapul az önmegítélése, ami azzal együtt is, amit elmondtam, igaz. Tehát aki így produktív tudott lenni, és így értékelhető és eredményes tudott lenni, azoknál a diákoknál ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy megtartható legyen, de ez igényel egyfajta rugalmasságot. Tehát, hogy el kell engedni azokat a merev, például hiányzás, jelenlét, késés. Tehát ezek a kis klasszikusok, amiket egyébként egy naplózási folyamatban bizonyos tanárok eléggé komolyan tudnak venni, vagy intézmények, nyilván muszáj, mert ez van a jogszabályba. Ami nem segíti a diákoknak a hatékonyságát, azokat lehet, hogy újra kell gondolni. Mert ha most el tudtuk engedni, mert ha én jól értelmeztem, az összes módszertani javaslat e körül mozgott azért, hogy ebben lehet rugalmasabbnak lenni. Ha ez növel valakinél esélyeket, akkor ezt a rugalmasságot például szerintem meg kell tartani, és olyan merev struktúrákkal, hogy mikor kezdődjön egy nap, meg mikor érjen véget egy tanítási nap, azt nagyon át kell gondolni, mert ha a gyereknek az aktív ideje délután van, akkor miért kell az iskolát befejezni mondjuk 4-3-kor, stb. Vagy ha az én osztályom nagyon hálás volt azért, hogy a 8-9-es osztályfőnöki óra helyett az ő organikusan szerveződő aktivitásukra én ráépítettem egy magyarul bejelentkeztem, akkor láttam, hogy nagyon zsezegnek, és akkor abból egy teljesen valós beszélgetés volt egyébként, az iskola neve körül beszélgettünk, tehát ráadásul még nem is valami nagyon privát dologról, de a 8-9-es osztályfőnöki órára az osztálynak csak az egyharmada tud felébredni, mondjuk 8-9-re. Akkor most nekem osztályfőnökként nem az a célom, hogy én 8-9-kor ott legyek velük együtt, valahol egy üres tanteremben, mondjuk élőben, vagy egy fél üres classroomon online, hanem az a célom, hogy legyen az iskolának egy új neve. És hogy ez hogy jutunk el idáig, az egy teljesen más folyamat, ami mondjuk egy heti egy osztályfőnöki órás kontakt. Tehát ez például biztos, tehát az időnek és a részvételnek a kérdése azt szerintem biztos, hogy újra kell értelmezni. Jött egy utolsó kérdésünk, úgy látom, még ez bele fog férni. Az egyénre szabott differenciálást a továbblépés érdekében hogyan oldottátok meg ebben a formában? Tehát hogyan tudtatok differenciált feladatokat kiadni, milyen eszközöket, milyen módszereket alkalmaztatok? Hát én akkor mondom, nálunk egyébként is személyre szabott az iskola, és mi azt gondoljuk, hogy nem osztályok vannak, nem egyforma senki, a 140 diákunk 140-féle. Mindig differenciáltunk, most is ugyanúgy differenciálunk, és amit előbb mondott a György Évi, hogy ezt a rugalmasságot bevezettük már régen. Tehát persze 9-től 3-ig, 5-ig vannak az órák a tanodában is, de nincsen becsengetés, nincsen kicsengetés, és nincsen fejlevágás azért, mert valaki elkésik. És abszolút megállapodunk, mindig mindenben szerződést írunk róla. Ha azt mondja, hogy diák, hogy nem tud reggel, és nem szeretne, akkor olyan órákat kap, olyan órarendet írunk, éppen ezért, mert rugalmas az órarend is, hogy akkor jöjjön, amikor neki jó. Mert mi is azt gondoljuk, hogy bármit erőltetni nem érdemes. Közös célunk van az, hogy ő tanuljon, leérettségizzen. És akkor nem akarunk olyat ráerőltetni a gyerekre, amit ő, mert előre megmondta, hogy ő nem tudja azt teljesíteni. Nem tudja, nem akarja. Tehát, hogy ezt a rugalmasságot mi korábban is gyakoroltuk, most is gyakoroljuk, és az a visszajelzés egyébként a diákjaink jelentős részétől, hogy az iskolában jobb. Tehát az iskola rugalmassága és az a kevés szabály, ami van, az kell nekik. Kell, mert itt van aztán teljesen szétes, egyedül otthon teljesen szétesnek. Tehát valamennyi szabály kell. Ők maguk fogalmazzák meg, hogy kell lenni. Az időkezelés az nálunk is lazább, sokszor vitát is szül a tantestületben, tehát ez állandóan hullámzik, hogy mennyire legyünk rugalmasak. 8-kor kezdődik a tanítás egyébként, most 9 órakor kezdtük, de mi is már 10 perccel előbb így ébrezgettük a gyerekeket,
És az évek óta a vita a tantestület körében, hogy ne kezdjük-e 9-kor a tanítást, csak nekünk nehéz, ugye, mert picik is vannak, pici gyerekek, és vannak nagyobbak. Tehát nekünk tekintettel kell lennünk arra, hogy egy széles életkort tanítunk, úgyhogy maradt a 8 órás kezdés, de hát csak csendben mondom, hogy mi is elég lazán kezeljük ezeket a késéseket, egy-egy hiányzást, tehát nem teljesen úgy, ahogy kellene. Uh-huh. Mert különben egy fél év alatt, hát akkor kitanítanánk. Hát, kidobnánk az összes gyereket, és akkor bepótolják. Tehát ez megoldódik valahogy, mint hogyha állandóan ezen rúgóznánk, hogy miért nem jött ki időben. De mondom, ez állandó probléma nálunk állandóan. De gondolom, hogy nem is. Jó. Köszönöm szépen, a végéhez értünk. Én, hogy aki itt maradt velünk a beszélgetés végén, most arra kérném, hogy egy visszajelzést küldjön nekünk, hogy meg fogok osztani, ha minden igaz, egy záró mentimétert digitális útra való címmel. Azt a kérdést kérem, hogy válaszoljatok meg nekünk, hogy mit viszel magaddal a mai webináriumról. A 24-72-86 a kódszáma. www.menti.com-ot kellene vagy a telefonon, vagy egy új lapon megnyitni, és akkor a 24-72-86-ot beírni. Attila, segítesz nekem, hogy elküldöd a cseten és a számot. Tehát 24-72-86, és miközben érkeznek a válaszok, én akkor meg is köszönöm az előadóinknak az itt létét, és hogy ilyen készségesen meséltetek magatokról, az iskoláról. És közben várom, ha még esetleg mégis van kérdés, azt... Tehát mit viszel magaddal a mai webináriumról? Még nem nagyon érkeznek be. Aha, jó fejiskolákat. Minden gyerek fontos. Az iskola egyénekből áll, igen, komplex helyzet ez. Az együttműködés és a csapatban való kommunikáció problémák megbeszélésének fontossága. Igen, ezek nagyon erős fókuszai voltak a mai beszélgetésnek. Icipicit még várok, és közben akkor újra felhívnám a figyelmet, hogy a jövő héten is lesznek még webináriumaink, ebből egyet már Attila ismertetett, és aki még nem tette meg, ő csatlakozhat a Digitális Téma 7 szakmai fórumhoz a Facebookon, illetve a YouTube csatornánkon is követhet, ahol ezt a beszélgetést is közzé fogjuk tenni. Úgyhogy én akkor most úgy tűnik, hogy nem érkezik több válasz, bezárom. És köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Még egy pillanatra ránézek a chat szobára, de szerintem nem érkezett be. Nagyon értékes, izgalmas délután volt. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen akkor. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.